Na, sziasztok! Üdvözlök mindenkit! Amint látjátok, puskával készültem. Éppen most volt szó ugye a puskázásról. Nos, hát nem gondoltam volna, hogy ilyen gyorsan beleesem a dologba, de ez van. Szóval, Bence operatőr tanácsára a pantominnal kezdtem. Arról van szó, hogy ez a videó az a videó lenne, amit gyakorlatilag a bizalom videónak neveztem el, és amiről néhány hete már említettem, hogy lesz. Hát már egy párszor fölvettük, nem. Erről, arról. Na mindegy, lényeg az, hogy hát jó munkához idő kell, a rosszhoz meg még több. Na, azért reméljük nem lesz olyan rossz. Szóval, térjünk a tárgyra. Szóval, szeretnék nektek bemutatni valakit. Van egy barátom. Úgy nagyjából körülbelül 25 éve ismerjük egymást. A megismerkedésünk az egy elég furcsa dolog volt, mert hát arról volt szó igazából, hogy ugye, ha kiszámoljátok, mi volt 25 évvel ezelőtt, ugye 1995, hát akkor abban az évben érettségiztem, illetve felvételiztem a teológiára. És ez a barátom, ő is éppen akkor felvételizett a teológiára. Na, és hát ez úgy volt nálunk, hogy láttuk úgy egymást a folyosón, ugye a többiekkel, de hát mit tudom én, tehát volt olyan ember, aki nyitottabb volt, volt olyan, aki meg olyan volt, mint én, megálltam ugye a falnál, gyomorgörcs, és most mi lesz? És, ja, igen. Szóval ez az ember, akit szeretnék nektek bemutatni, ő egy, tudom, ez most farán fog hangozni, de azért elmondom, egy kicsi lány, kicsi nő, egy óriási csoda. Szóval, Kovács Adriennek hívják, és későbbiekben évfolyamtársak lettünk, illetve kollégiumtársak is lettünk, meg aztán egy ideig voltunk szobatársak is, úgyhogy már sok-sok társ volt, ugye. A lényeg, hogy az első benyomásom róla az akkor, anno, annak idején a következő volt. Ott volt egy kicsi lány, nem véletlen mondom, hogy kicsi, 103 centi. Kerekes székben ült, jó éles hangja van, és mosolygott, kacagott, és eszmetlen vidám volt. Hát úgy, laza. És én meg így csak néztem, hogy csinálja. Elmondhatna valami ötletet nekem is, mert én egy pár méterrel odébb, a szüleim mellett, jó közel, hogy érezzem, hogy ott vannak mellettem, gyomorgörcs, hány inger, most mi lesz, ugye fölvesznek. Nem mondták meg persze azonnal, hogy fölvesznek, csak ugye megvolt ugye az írásbeli, utána akik maradtak, azoknak volt szóbeli, aztán akik maradtak, azoknak volt még elbeszélgetés, és aztán nem tudtuk, hogy ki az, aki maradni fog, hanem mindenki szépen hazament, aztán kaptunk egy levelet, hogy
Fölvettek, vagy nem vettek? Na, fölvettek. Őt is fölvették. Hála Istennek. Na, hát én most őről szeretnék nektek beszélni. Mármint kicsit többet, mint amit itt az előbb elmondtam. Ehhez használom a puskámat is. Mert hogy azért, szóval ő egy... Ő azért egy nem semmi fiatal hölgy. Mert annak ellenére, hogy tényleg bizonyára nem egyszerű neki az élet, és be soha nem is gondoltam bele. Tudjátok, ez a döbbenet, amikor az ember rájön, hogy milyen régóta ismer valakit, és soha nem gondoltam volna bele, hogy mondjuk neki például milyen lehet egy teát megfőzni a konyhába. Eszembe nem jutott. Na, hát szóval az volt, hogy ugye szeptember következett, beköltöztünk a kollégiumba, nem akarok butaságot mondani. Nem emlékszem, hogy őt rögtön fölvették-e az egyetemistáknak a katolikus kollégiumába. Engem nem, mert én későn szaladtam, szóval későn futottam. Úgyhogy én egy ugyanebben az épületben, de középiskolásoknak fenntartott részen voltam, ugye egy hónapot körülbelül, és akkor utána kerültem le, és akkor így vándorolgattam így a szobák között, mire kialakult az, hogy is lesz, és hogy nem lesz. És igazából mire én úgy belaktam magamat ebbe a kollégiumba, addigra az Adri már tudti, hogy ott volt. És persze az iskolában meg amúgy is találkoztunk folyamatosan, de hogy most pontosan mikor került oda be, ezt nem tudom. Amit viszont nagyon tudok, az az, hogy soha nem panaszkodott, soha nem volt nyűgös, azért, mert hogy valami nem úgy van, ahogy elképzelte, vagy elképzelte. Ilyen csak nálunk létezik emberek, akik nem vagyunk elégedettek dolgokkal. Ő tényleg olyan volt, hogy simán megcsinálta a dolgokat, és én nekem föl se tűnt az, hogy ez annyira nem is könnyű. Na. És bocsánat, hogy mindig itt kötök ki, de majd mindjárt megmondom, hogy miért. Szóval, a lényeg, hogy tök jól összebarátkoztunk, és volt egy csomó olyan közös programunk, ahova együtt tudtunk menni, és hát ennek következtében aztán volt egy csomó vicces pillanatunk is, mert hát nagyon szerettem őt például tolni a kerekesszékkel, és hát az elég gázos volt, ugyanis én már akkor is ilyen, tudjátok, ez a Need for Speed, na jó, akkor még nem tudatosan, de valószínűleg én úgy születtem, hogy ez már benne volt akkor is a véremben. Tehát igen, olyan Need for Speed-esre vettem a dolgot, esetleg azok kedvéért, akik nem tudják, hogy milyen az, amikor én vezetek a számítógépen. Hát az... Mert ugye a valóságban, hogy vezetek, az egy más dolog. A valóság az a valóság. De a Need for Speed, hát igen, kérem szépen, drifteltünk. Csak akkor még nem tudtam, hogy ezt driftelésnek hívják. Szóval szegénykémet egyszer úgy kiborítottam, már nem a hülyeségemmel borítottam ki, hanem szó szerint a székből. Ennek ellenére ő tovább megbízott bennem. Vagy inkább úgy mondanám, hogy továbbra is megbízott bennem? Igen, én így mondanám inkább, hogy továbbra is megbízott bennem, pedig abszolút nem voltam méltó erre a bizalomra. De a lényeg, hogy... Na, akkor összefoglalnám, hogy mi az, ami annyira megfogott. Az egyik dolog, ami megfogott, az az, hogy... Így élni, ahogy ő él, elfogadni mások segítségét, és tovább megyek. Rászorulni olykor mások segítségére, lépcső például. Hát az egy nehéz dolog. Magam is tapasztaltam egyébként, és ettől függetlenül, és itt látszik meg az, hogy az ember milyen felszínes tud lenni olykor,
Annak ellenére, hogy sok mindent megtapasztaltam abból, hogy mit jelent az, hogy mondjuk nem tudok megoldani magamnak dolgokat, soha nem gondolkodtam el azon, hogy neki milyen lehet. Még akkor sem, amikor tényleg együtt laktunk. Sőt, igen. Tehát amikor lediplomáztunk, akkor elváltak az útjaink, és leginkább egy-egy lelki gyakorlaton futottunk össze, illetve itt, ahol én lakom, ahol élek, itt egy, gyakorlatilag ez egy kegyhely, és hát ő is azért jött ide párszor, persze közösséggel, és hát a lényeg, hogy találkoztunk olykor, tudtunk beszélgetni. Hát most az utóbbi időben azért ez már kicsit kevesebbszer sikerült, mert ugye mindenkinek megvan a maga kis elfoglaltsága. Egy ideje azért úgy alakult, hogy tényleg csak úgy hébe-húba hallottam róla, például ilyeneket, hogy most hülyeséget nem mondjak, de mindjárt puskázok, hogy vajon leírtam-e azt, amit akartam. Hát persze, hogy nem. Na mindegy. Azt tudom, hogy Częstochowába ment ez a gyalogos zarándoklat, és nem mondtam rosszul, nem busszal mentek, nem. És nem is vonattal. Gyalog. Magyarországról. Több százan, legalábbis amennyire én így emlékszem rá, sokan, nagyon sokan. És ő is, nem is tudom, kétszer vagy háromszor, ezt ő tudnám megmondani. De lényeg a lényeg, hogy az összes korlátjával együtt, hű, de magyaros vagyok, tehát igen, ő ezen a zarándoklaton részt vett. És aztán később, mikor találkoztunk, akkor olyan dolgokat mesélt, hogy így miket élt meg, és hogy milyen szuper volt, és ha, hát komolyan, na. Ennek ellenére mégis azért a hétköznapok azok nem olyan egyszerűek. Tehát hétköznapokba visszatérni az nagyon nehéz, különösen akkor, hogyha úgy alakul az életed, hogy mondjuk például a gyerekmérettel, igen, egy felnőtt lakásban kell saját magadat kiszolgálnod, odafigyelni a tanulmányaidra, esetleg a rád bízottakra, mert hát azért ezt is el kell mondani, hogy Adri nagyon sok helyen megfordult. Most amiről én tudok, például a kézenfogva alapítványnál egy csomót segítkezett, amennyire én erre így emlékszem, meg aztán az pécsi állatkertben is volt önkéntes. Teljesen ledöbbentem, mikor ezt így olvastam, hogy hát meg nem is tudom, talán telefonon is beszéltünk éppen, nem tudom, de az a lényeg, hogy így abszolút megdöbbentem, hogy Úristen, hogy mennyire bátor. Képzeljétek el, állatot szelítített, azt nem tudom megmondani, hogy milyen állatot az. Most így megmondom őszintén, hogy így innét kiesett, olyan szinten, hogy még a puskába se írtam be. Néhány héttel ezelőtt ismét kaptam hírt a Adritól. Írt nekem egy levelet, hát messengeren. És arról írt nekem, hogy egy kalandba kezdett bele, és megmondom őszintén, hogy számomra ez a levél egy olyan döbbenetes levél volt, mert így egyrészt nagyon-nagyon megfogta a lelkemet az a bátorság, hogy megmert tenni olyan lépéseket, ami igazából tényleg nagyon nagy bátorsággal. Ugyanakkor pedig
nagyon örültem annak, hogy úgymond engem is beavatott ebbe a kis kalandjába, legalább olyan szinten, hogy olvashattam a vágyairól, és olvashattam a terveiről, a mindennapjairól. És ennyi idő múltán, mondom, 25 éve ismerem őt, ennyi idő múltán most először döbbentem rá, hogy mennyire ismerem, és mennyire nem ismerem. Mert ismerem őt mindenféle szempontból egy bizonyos fokig. De ténylegesen soha nem jutott eszembe még ilyen, hogy mondjuk például, ha mondjuk ő otthon van, egy olyan otthon van, ahol igazából vendégként van otthon, hogyan tudja például megoldani magának azt, hogy el tudjon jutni szentmisére, hogy rendet tudjon tartani maga körül normálisan. Hát mondjuk most vegyünk egy ágyat, mit tudom én, 2 méter hosszú. Hogyan emeli föl? De most vicc nélkül, na. Tehát sose gondolkodtam eddig ezen. Vagy tényleg ez a teafőzés, amit már említettem. És ez régen is így volt. Nem mi csináltuk meg helyette. Amikor ott együtt laktunk a koleszba. Tényleg nem mi csináltuk meg helyette. És mégsem tűnt föl. Na mindegy. Ez van. Ledöbbentem azon, hogy mennyire felszínesek tudunk lenni mi emberek. Elsiklottam a részletek fölött, és ezeket észre sem vettem, és nem gondolkodtam ezeken. Na most viszont igen. Ebben a bizonyos levelében ez a bizonyos kaland, amiről ír, ezt olvasom, mert ezt viszont leírtam, a jövőt álmodó adománygyűjtő internetes oldalról van szó. Ő belevágott egy ilyen jövőt álmodó adománygyűjtésbe. Álmodik magának is egy kicsiny és szép lehetőséget arra, hogy élhetőbbé váljon neki is ez a világ. Végül aztán akkor most visszatérek oda, hogy kaptam ezt a bizonyos messenger levelet, és ez a levél arról szólt, hogy Adri leírta, hogy belefogott ebbe a jövőt álmodó adomány gyűjtésbe, és hogy hát igazából azt kérte, nem csak tőlem, gondolom ezt több irányból, hogy így, akik tudnak közülünk segíteni, azoktól segítséget, illetve leginkább megosztásokat kért. Tehát, hogy minél több emberhez juthasson el ez a kérés, ez a vágy, ez az álom, jövő álmodás, hogy azok, akiknek van rá lehetőségük, ők tudjanak esetleg segíteni. Tehát nagyon meglepett engem is, amikor végigolvastam ezt a szöveget, amit megosztott a jövőt álmodók oldalon, mert egy csomó mindent tudtam és ismertem abból, amit ő ott leírt, de elég régen beszéltünk, sajnos, bizonyos korlátaink miatt, de még így is azért úgy meglepett engem az, hogy mennyi mindent már nem tudok. Pedig óriási kegyelmek ezek nagyon sok embernek.
gyakorlatilag az Adri jelen pillanatban egy rakás olyan dolgot csinál, legalábbis hát én így tudom ezt megfogalmazni nektek, ami másoknak örömet, ismeretet, a hitének az erősödését, a... Szia! Szóval a hitének az erősödését, és ez egy csomó ilyen igazi megerősítést ad az embereknek, és nem is tudtam, hogy ezt ő miatta kaphatom meg. Hogy én ezt az ő munkája által tudom a kezembe venni, tudom megnézni, elolvasni, egyebek. És teljesen ledöbbentem ezen. Na, egy szónak is száz a vége, jelen esetünkben száz szónak is egy a vége. Ezt a videót, ezt a bizonyos bizalom videót, ezt azért készítettük el, mert hazudnék, ha azt mondanám, hogy egyedül csináltam, mert igazából én ezzel tudok segíteni az Adrinak, és amit most mondok, gyerekek, ez nagyon-nagyon-nagyon fontos. Ez a videó nem azért készült, hogy ti, akik iskolába jártok, feltétlenül most tutira, hogy is mondjam, nekiugorjatok annak, hogy mit tudom én, a reggelire kapott pénzeteket nem reggelire költitek, hanem gyűjtögetitek, hogy odathassátok, mert nektek, gyerekek, szükségetek van arra, hogy reggelizzetek. Nagyon. Ti azzal tudtok segíteni, hogyha mondjuk egy-egy fohászt elmondotok ezért az ügyért, és esetleg megosztjátok akár a szüleitekkel, vagy talán épp a szüleitek által olyan emberekkel, vagy az ő segítségük, tehát a szüleitek segítségével olyan emberekkel, akik megtehetik, ha úgy érzik, hogy segítsenek az Adrinak. Aki pedig ugye nyilván felnőttként hallgatja ezt a videót, tőle is azt szeretném kérni, vagy tőletek is, inkább így fogalmazom, azt szeretném kérni, hogy ha tudtok, akkor segítsetek. Ez a ti szuverén jogotok. Ebben nem akarok beleszólni. Ugyanakkor, ha nem tudtok segíteni, akkor is már azzal rengeteget tesztek, hogyha egy-két embernek elkülditek azt a linket, és akkor most mondom, hogy hogyan lehet megosztani, hogyan lehet továbbadni, hogyan lehet eljutni az Adri oldalára, és hogyan tudjátok ti is elolvasni azt, amit ő írt, nem nekem, hanem úgy általánosságban, tehát nem azt a levelet fogom közzé tenni, amit én kaptam tőle, hanem az ő oldalát ezen a jövőt álmodó adománygyűjtő oldalon. Találni fogtok egy linket a leírásban, és arra kattintva egyenesen, remélhetőleg, az Adri oldalára fogtok eljutni, és ott tudtok róla olvasni, láthattok képeket, és tudtok több információhoz jutni, mint amiről most itt szó volt, mert én inkább bemutatni szerettem volna, mint ugyanazt elmondani, amit ő írt le. Mert hogy az úgy sokkal hitelesebb, hogyha tőle halljátok, tőle olvassátok. Na, és akkor ezzel én most meg is köszönném a figyelmeteket, és nagyon hálás vagyok nektek, hogy ha elolvassátok, hogyha nem csak átszaladtok
a dolgokon, hanem tényleg oda kattintotok, és csak annyit tesztek, hogy megosztjátok. Nagyon-nagyon-nagyon köszönöm nektek, és a figyelmeteket is köszönöm, Bajesz fiam, a segítségedet is köszönöm, és találkozunk a következő streamen. Sziasztok!